Itt, ebben a patinás lányiskolában indult az egész 1952-53 fordulóján. Egy fiatal, frissen diplomázott tanító, rendkívüli szervezőmunkájának és gyerekszeretetének köszönhetően egy olyan intézmény születhetett meg 60 évvel ezelőtt a Fátyol Jenő igazgatta iskolában, amely a mai napig meghatározóvá vált az akkori nebulók számára. Szabó Erzsébet szinte a semmiből hozta létre a budai járás első napközi otthonát Budaörsön 1953 elején. Ez az épület, ahol állunk most, ez Budaörsön a leányiskola volt. Arról volt nevezetes különösen, hogy ott fönn az emeleten, ahol lehet látni azokat az ablakokat, ott volt a nagy színházterem egy remek színpaddal. A színpadon különböző iskolai előadásokat tartottak, az iskolai rendezvényeket itt tartották, és nagyon szerettük. A következő, amit szeretnénk megmutatni, tehát ez a rész, ami most a posta épülete, illetve a postának a helységeit takarja, ez itt nem volt, itt végig tantermek voltak, fönn az emeleten is, és a földszinten is. Ezen a kapun, ahol most be fogunk sétálni, lehet látni a régi iskolának az udvarát. Ezen az udvaron rengeteg gyerek játszott a nagy szünetekben. Most nyissuk meg ezt az ajtót, talán még ugyanez a kilincs, ki tudja, lehet, hogy már átszerelték. És most belépünk az iskola udvarába, ahova én körülbelül már vagy 35 éve, vagy 40 éve nem léptem be. Ez az iskola udvar, ahol tulajdonképpen már vagy 40 éve nem jártam, és meg kell mondjam, hogy nagyon, nagyon megváltozott minden. Egészen más volt. Először is nem volt ezzel a kővel lekövezve, ez földes volt. Akkor voltak itt oldalt virágok, volt fű. Itt tudtunk a szünetekben nagyon jókat játszani, nagyon szerettük egyébként ezt az iskolát. És ami nagyon-nagyon jó és érdekes és hasznos dolog volt itt az, hogy itt működött a napközi, és a napközi mellett egy nagyon jó iskolai konyha, mert a gyerekeket ugye innen itt etették, és hát itt főztek. És itt kell elmondanom, hogy volt egy nagyon-nagyon kedves, aranyos napközis tanítónénink, a Szabó Erzsike tanárnő, akire azt hiszem mindannyian, akik ismertük, szeretettel gondolunk vissza. Egyrészt azért, mert egy nagyon jó és szigorú, de a szigorúságában is egy nagyon-nagyon kedves és szeretetreméltó tanítónéni volt. Azon kívül ő érdekessé tette a mi kis diák életünket, és hogy mivel kirándulásokat szervezett, színi előadásokat szervezett, amit itt tartottak meg, fönn az iskola felső emeletén lévő nagyterembe, ahol szenzációs színpadunk volt. És ide kapcsolódik egy nagyon kedves emlékem, hogy megszervezte a Csipke Rózsika előadást, ahova ugye hát kiválogatta a kis szereplőket, én voltam a Csipke Rózsika mamája, és hát ugye a kis osztálytársaim is megkapták a maguk szerepét, elvitt minket a jelmezkölcsönzőbe, gyönyörű ruhákat vehettünk, hát szóval színessé és élvezetessé tette a mi kis életünket. Nagyon szerettük őt, és egyébként is nagyon szerettük ezt az iskolát. ben a budai járási tanástól az oktatási osztályról jött le egy okirat, hogy napközi otthont kellene Budaörsön alapítani. De nem találtak rá embert, mert aki meglátta és meghallotta, hogy miről van szó, hogy azt meg kell alapítani, azt vezetni kell, a gyerekekkel is foglalkozni kell, konyhát indítani, megijedt és ott hagyta az egészet. Erre a Fátyol Jenő igazgató úr volt akkor, fogta az egészet be a íróasztal fiókba, és ott hevert, másfél évig. És akkor 53-ban az egyik barátnőm, egy osztálytársak voltunk a tanítóképzőben, azt mondta, hogy menj be a Pest megyei oktatási osztályra, és próbálj állást szerezni. Hát én oda bementem, de hát fogalmam sem volt, hogy kihez menjek, majd ott bolyongtam a hatalmas folyosókon, és egyszer szembe jött velem valaki, akit nem tudtam ki, de örültem, hogy na jaj, de jó, majd ő eligazít, hogy kihez menjek, és mit tesz Isten, egy volt iskolatársam, aki fölöttem járt egy osztállyal,
még a nevére is emlékszem, Kozoltának hívták. Hát ő neki úgy elmondtam, hogy hát nem sikerült állást kapnom, mert hát nem vagyok a legjobb káder. És akkor utána azt mondta az ETA, ne szólj egy szót sem, maradj csendbe, ülj le, majd én tudom, hogy kivel kell beszélni. És akkor bementünk, és az ETA leült egy bizonyos elvtárs mellé, és ottan sutyogtak, hogy mit beszéltek, azóta sem tudom. De lényeg az, hogy a felragyogott az arca annak az, én már nevére sem emlékszem annak, annak az elvtársnak, hogy elvállalná az elvtársnő egy napközi otthonnak az alapítását és vezetését. Jaj, mondom, boldogan. Na, rögtön föl a telefon, a budai állási tanácsnak ment a drót, hogy küldünk egy fiatal kolléganőt, küldjétek ki Budaörsre. Így került a fiatal, pályakezdő tanító Szabó Erzsébet 1953-ban Budaörsre. Nem volt könnyű feladata, hiszen teljesen a nulláról kellett megszerveznie az iskola napközi otthonát, és felépítenie az oktatási intézményt. Nem mentem haza, rögtön ki Budaörsre, az Fátyol igazgató úr fogadott. Na végre, hogy az oktatási osztály küld már valakit, mert már úgy hiányzott, mint egy darab kenyér. És elővett a fiókjából az okiratot, és egy 6000 forintos betétkönyvet, és 40 gyereknek a névsorát. Azt mondta, na hát meg kell indítani a napközit, és fogta magát azonnal, elvitt, bemutatott a vezetőségnek, szóval a falu vezetőségének, aztán a boltba, az üzletbe, az orvosnak, szóval mindenkinek, aki hát kellett, hogy ismerjen engem, és azt mondta, hogy én se voltam napközi vezető, kolléganő se volt. Csináljon mindent a legjobb belátása szerint, én nem fogok a munkájába beleszólni. Hát nekem ez kellett, hogy én csinálhatom azt, amit én jónak láttam. És így indult az egész. Na akkor hátra mentünk, és megmutatta, hogy melyik az az épületrész, ahol az én napközim lehet. Hát mikor kinyitotta az ajtót, hát azt a helységet, hát teljesen meg voltam döbbenve, mert egy kacatokkal, mindenféle limmel, lommal telerakódott, még üst is volt benne. Mint később kiderült, ez a helyiség korábban a nővérek kápolnája volt. Ahhoz, hogy itt tanítani lehessen, rengeteg átalakításra és takarításra volt szükség. Ezért az első napközis csoport néhány hónapon keresztül az Esze Tamás utcai volt fiúiskolában kapott egy termet. Itt kezdte el Szabó Erzsébet a foglalkozásokat. Időnként átjöttünk ide megnézni, hogy mi újság. Hát a munkások aztán tényleg látszik, hogy szigorúan rájuk lehetők parancsolva, hogy na itt aztán gyorsan rendet teremteni. Hát nagyon szépen rendbe tették a termet. Ki a mesterek, a villanyszerelők, kőművesek, festők, az ablakokat kicserélték rendes üvegablakokra. Hát egyből másképp nézett ki a terem, úgyhogy nagyon megörültem neki. De hát viszont még bútor semmi, mert az majd később érkezett az oktatási osztályról, és akkor a gyerekek meg csodálkozva néztek, hogy hát ők most kapnak egy tanítónénit. És akkor, amikor vége volt a tanulási időszaknak, azt mondták a gyerekek, a nagyobbak, hogy tanítónéni, menjünk át, nézzük meg a napközit, hogy hol lesz. És a kabuban megálltak, és megkérdezték tőlem, hány évesnek tetszik lenni? Hát mondom, 23. Azt mondták, ejha! És hát akkor úgy érzem, hogy úgy befogadtak. És akkor hátra mentünk az udvarra, ott labdáztak, mondtak, és akkor mesélték, hogy van itten egy pince a nővéreknek, a volt nővéreknek a rendháza alatt, de az tele van vízzel, hogy azt meg kéne nézni, hogy ott mi minden van. Hát ott bútor-bútor hátán volt, és az egyik gyerek, aki Szigetinek hívtak, de Szixi volt neki a beceneve, azt mondta, tanítónéni, én bemegyek, aztán kihalászuk az összes bútorokat, amik ott találhatók. Hát nagyon ügyesen beült, mint egy csónakba, egy nagy szekrénybe, és nagyon-nagyon sok bútort szedett elő. Hát azokat mind fölvurcoltuk az udvarra, és akkor azokat rendbe tettük velük együtt, és aztán egy csomó használható dolog lett. Hát az valószínű, csak a nővéreké lehetett, de hát ugye hát az akkori rendszer, hát oda dobáltak be mindent, nem kellett. És akkor mi viszont nagyon jól tudtuk használni. Közben megérkeztek a bútorok is az oktatási osztályról.
szekrényt kaptam, asztalokat, székeket, aztán kész, tovább semmi. Ja, meg egy íróasztalt, ugye, ami az én helyem volt. És akkor ezeket a bútorokat, amiket a pincébe találtunk, ezeket kitettük a napra, akkor ragyogó szép napos tavasz volt, és az jó kiszáradt, közben az iskola év is haladt, már vége fele járt, és akkor ezeket a bútorokat a gyerekek segítségével mind rendbe tettük. Sikáltak, de úgy dolgoztak azok a kis gyerekek, valami nagyon-nagyon tündéri aranyosak voltak. Csak érezték, hogy itt most az ő otthonuk készül. És én is úgy vettem ezt, hogy ez egy otthon lesz. Mert az otthon szó az valami csodálatos dolog. És ezeknek a szegény gyerekeknek, mert nagyon szegény gyerekek voltak akkor, ki volt a csupa nagy családos gyerek a névsort, hogyha végig nézik, hogy egy családban volt olyan család, ahonnan négy gyerek is volt, három, vagy még több is. És ők nagyon, nagyon fontos volt nekik, hogy egy jó kis otthonba kerüljenek. És hát aztán ez így aztán sikerült berendezni, ami a kápolna volt, illetve ami a kápolna volt, az lett a tanulóterem, tanulószoba és a játszótérrész a szobai játékokhoz. Ami sekrestje volt, gondolom én, hát biztos, hogy az volt, az lett a mosdó. Az előszobába pedig oda fogasokat tettünk a mosdóba, meg padokat, oda lettük labort, és akkor polcokat, meg ahova edényeket, szóval nagyon szuperül berendeztük, nagyon szépen sikerült az egész. Ez a napközi otthonnak az alaprajza. Ez az első terem, ez az a bizonyos volt kápolna, amiről meséltem. Ez a mosdó, ebből lett a mosdó, és az előtér ide fogasokat tettünk, ide pedig padokat, és itt a folyosón volt, úgyhogy itt a folyosón ebédeltünk. És akkor, hát akkor a nagyon szegényes volt, hát bizonyos mértékig, elég volt a pénz, hát a mai érték, mai pénzhez viszonyítva ez szinte semmi. A bútorok, amiket az oktatási osztály küldött, és a különféle felszerelések, textilek, edények, és hát a könyvek, amiket mondom, otthonról hoztam inkább. Az egykori gyerekek olyannyira magukénak érezték az egész otthont, és annyira ragaszkodtak Erzsi nénéhez, hogy most, 60 évvel az események után is örömmel emlékeznek vissza az akkori történésekre. Én vagyok a Simát. Te vagy a Isten értesse sokáig. Ennyi sok után, hogy újra találkozunk. Erzsi néni, én a tünde vagyok. Erzsi néni. Nagyon csak. Van és rólam ember sem. Igen. Te voltál, aki szerettél babáknak ruhát. Igen, én voltam a rajzoló. Igen, úgyhogy azt igen. Megtaláltam Berzsem. Erzsi néni jól nézel ki, hála jó Istennek. Nem öregszel, nem öregszel. Nagyon jól nézel ki Erzsi néni, a jó Isten értesen. Ő meg a Cili, a testvére. Te voltál a legkisebb. Én voltam a legkisebb, igen. Te voltál a legnagyobb. Én is a legnagyobb. Most is ott vagyok, és a legszeretettel. Jaj, köszönöm szépen. Nagyon aranyos vagy. Én a szakkári teri vagyok. Béla sajnos nem tudok teljelni. Hát igen, de beszélünk telefonon. Jaj, de gyönyörűen szépen. A találkozás mind a mai napig örömteli a volt vendégek is Erzsi néni számára. Mindig van sztori, emlék, amelyet szívesen idéznek fel. Mi hányadikos vagyok ott, Erzsi néni? Én harmadikos voltam. Nyolcadikos. Én már nyolcadikos voltam, tudom. Hát én már nyolcadikos. Na most tündészke, itt van Simák tünde, ötödikes. Mikor kezdődött ez Erzsi néni? 53? 53. Úgy hiszem, én is igen, hogy 53-ban. Igen, én is arra emlékeztem. Olyan, mire lesz 60 év. Én nem vagyok ott alapító, azt te tudom. Nem voltál alapító. Biztos, te szeptemberben, akkor indítottunk szeptemberben egy újabb csoportot, és akkor jöttetek ti be a Bélába. Igen, hú, de jó, hogy tudom. Úgyhogy igen. Én 1953-ban már 8-os voltam. Jó tanulókat.